Hajdú Balázs vagyok. Nyáron voltam Csíkszereden fellépni ilyen elektronikus partiba járó fiataloknál, az Ecstasy Klubban. Ez egy ilyen jótékonysági este volt, tehát összvisz 3 bogyót kaptam érte. De ott volt, hogyha a közönségnek tetszett valami, akkor ők nem tapsoltak, hanem így reszeltek. És sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni, míg egyszer így visszareszeltem nekik, és akkor elkezdtek tapsolni. Köszönöm szépen. Mindennek megvan a maga helye. Tehát ezt azért mondtam el, hogy önök bármikor nyugodtan tapsoljanak, nem fogok így külön reszelni. Szüleim egyébként azt sem tudják, hogy létezik ilyen, hogy elektronikus zene, mert lakott a szomszédban egy srác, aki minden nap délután 5-től hajnal 3-ig ilyen nagyon durva elektronikus zenét hallgatott, apukám pedig mindig csak ennyit mondott, hogy a szomszéd az darál. De hogy mit vagy miért, tehát így nem gondolta tovább, hogy így egy beigligyár van a szomszédban, vagy nagyon szeretik a spagettit sok hússal. 3 hónapig ebben a hitben élt apukám, amikor anyukám felvilágosította, hogy a szomszéd az nem darál, hanem kávét főz. És még megy a mosógép is mellette. Ilyen elektronikus partikon mostában azt tűnt fel, hogy feltűntek a vécés nénik. Néha bácsik, de általában nénik. Hát ezt a jelenséget furra volt így megszoknom. Először így nagyon megijedtem, hogy Jézusom, koldus van a WC-ben. De utána, hát így megnyugtattam magam, biztos csak halucinálok. De mikor másodjára, harmadjára is ott volt Margit néni, 77 nyugdíjas ápolónő, akkor már odaadtam én is a 100 forintot. Jó egyébként, mert így egyszer kell befizetni, tehát olyan, mint a Vidám Park, aztán arra ülsz fel, amire akarsz. Meg én már tényleg annyira megszoktam, hogyha hazamegyek és otthon a WC-ben ülni fog a WC-s néni, azon se lepődök meg, adom automatikusan a pénzt. Azt nem tudom, hogy ezek mit csinálnak ott. Tehát, hogy így védik a WC-t, hogy el ne lopja valaki, vagy a nehéz pillanatokban mentálisan így átsegítenek. Nem tudom. Azt észrevettem, hogy a parti vége felé az egyedül maradt fiúk a WC-s nénit kezdik el fűzni. Én nem hiszek ezekben a hirtelen jött heves érzelmekben. Szerintem csak a pénzükre hajtanak. Magamról annyit, hogy hát itt vagyok most már a felnőtt kor küszöbén, 27 éves vagyok. De kedvelem ezt a kort, mert ez az a kor, ahol még nincs kedvem dolgozni, de már nincs kedvem tanulni. Ezért iszok. Ilyen méregtelenítő italokat, mert előtte sokat ittam. Egyébként én voltam a Comedy Central bemutatja tavaszi szezonjában is, nem tudom, látott-e valaki esetleg. Jó, nem baj, most látok. Csak furcsa, hogy tényleg milyen hatása van az emberre az, hogy szerepelt a televízióban. Hétvégén is a Blaha Lujza téren sétáltam, és nagyon sokan oda jöttek hozzám. Volt, aki pénzt kért, volt, aki Jézus felől érdeklődött, volt, aki pénzt is kért, és még Jézus felől is érdeklődött. Neki csak annyit tudtam mondani, hogy Isten fizet majd meg, barátom. Egyébként történt velem rossz dolog is. A válság közepén betörtek az albéletünkbe. Csak a lakótársam volt otthon, ő felébredt az ajtónyikorgásra, és köszönt a betörőnek, hogy szia. Majd visszaaludt. Gondolom azt hitte, hogy én jöttem meg. A betörő viszont annyira nem talált az albéletünkbe semmit, hogy szánalomból végül ő hagyott ott egy fél doboz cigarettát a hűtő tetején. Az előző műsorban említettem, hogy édesanyám lányának, aki ugye az én nővérem, neki is van egy kislánya. Hát ilyen láncreakció van nálunk.
Most már 11 hónapos lett a kis Vera, már kinőtt két foga, de értelmes szavakat még nem tud kimondani. Most így összeült a család, hogy gondolkozunk, hogy szerepeltessük-e a Mónika Show-ba. Ilyen most vagy soha jelleggel. Köszönöm szépen. És keresztapa is lettem, mert hogy a család ott is összeült, és két igennel és egy tartózkodással meglettem szavazva. Én tartózkodtam, mert ugye két igen mellett már hiába mondtam volna nemet, és részt kellett vennem ilyen keresztelő oktatáson is. Atya a kérdéseket tett fel, hogy hiszek-e Isten létezésében. Mondtam, hogy biztos, hogy létezik, mert hogy kiskoromban szüleim nagyon sokat emlegették, meg kérdezte atyám, hogy hol van most Jézus szerintem. Hát mondtam, hogy én csak az Iviven és a Facebookon vagyok fent. Ott még nem jelölt be. Tehát aztán, hogy MySpace-en fent van-e, vagy twitterezik, azt én nem tudom. De kaptam még egy ilyen mentő kérdést is, hogy tudok-e mondani valami olyan dolgot az életemből, ami köthető Jézus életéhez. Mondtam, hogy persze, mert főiskolás gólyatábor első napján annyira berúgtam, hogy mindenki azt hitte, hogy meghaltam, de harmadnapra feltámadtam, és utána újra berúgtam. Ráadásul közben a bor répává változott. Köszönöm szépen. Én ilyen elővigyázatos családból származom, nővérem is az, tehát a lakás fel van szerelve sarokvédőkkel, szekrény, asztal, polc, úgyhogy a kislány mindig azt csinálja, hogy először leszedi ezeket a sarokvédőket, és utána üti be a fejét. Ahogy Pepin bácsi mondta a Sörgyári Capriccióban, lehet, hogy csak egyet kellett volna feltenni, de azt a homlokára. Köszönöm szépen. Furcsa, hogy nem mozgok, ugye? Se nem reszel ez a gyerek, se nem mozog. Mi van vele? Anyukám is ilyen nagyon elővigyázatos. Ő gyógyszertárban dolgozik, egyszer voltam bent nála, épp egy ilyen 30 éves öltönyös úriembernek magyarázta az óvszer használatát, de ilyen nagyon részletesen, tehát merevhímvesző, végét befogni, szex után nem rögtön elaludni. 10 évesen kórházba kerültem, mert darabokra törtem a kezem, én 9 napra, anyukám 13 napra, mert ugye őt még egy kicsit bent tartották. És mivel anyukám nagyon elővigyázatos, ő úgy jött velem a kórházba, hogy hozott magával 2 flakon mesztoszt, mert hogy akkor most felmossa a kórtermeket, akkor piacon vett ilyen névre szóló zoknikat, azokat kiosztotta, mert hogy gyakori a beteg elcserélés. Én nyugodt voltam, mert ha el is cserélnek, legalább zoknia lesz mindenkinek. Illetve a pizsoma alsó nadrágomba egy madzaggal belekötötte a papucsomat, mint óvodában a kesztyűt a kabátomba régen, mert hogy lopnak is a kórházakban. Illetve tesztelte az orvosokat is, mert sokáig az állorvos, úgyhogy otthonról hozta a biológia albumot, és akkor egy ilyen emberi testen ilyen főbb szerveket meg kellett találni az orvosoknak. Eljött a műtét napja, anyukám csinált nekem ilyen előaltatást. Az abból állt, hogy először Jókaiból olvasott fel, a végén pedig már a számviteli törvénykönyvből idézett. És tényleg úgy kellemesen bekábultam. Aztán, mivel hogy ő egészségügyi dolgozó, bekéreckedett a műtétre is, de ott meg aztán annyit okoskodott, hogy végül őt is el kellett altatni. Egyébként jártam pszichodrámára is. Nem tudom, ez mennyire látszik rajtam, hogy már elvégeztem. 9 hónapos volt, de nem kellett minden nap bejárni. Én pszichobalettre akartam elvileg menni, de nem voltam elég hajlékony. Pszichodráma egyébként arra jó, hogyha az embernek van egy ilyen lelki problémája, akkor a játékokon nagyon jól így rálát, de hogyha semmi problémája nincs az embernek, akkor is nyugodtan elmehet rá, mert ott tényleg annyira jó szakemberek dolgoznak, hogy biztos, hogy fognak neki találni valamit. Egy veszélye van, hogy előfordulhat, hogy az ember így beleragad a szerepébe. Ez nagyon ritkán fordul elő, nálunk előfordult. Egy hölgy volt egész nap egy nagy sárga kanapé. Ő sajnos benne ragadt, és
Hát hárman vittük le a közeli IKEA-ba, hogy ne érezze magát olyan egyedül. Csak nehéz volt így beárazni, mert igaz, hogy beszél, de mikor meg kipróbálták, mondták, hogy nem olyan kényelmes. Végül ilyen SVT-s, spirituális választerápiából jött ki egy hölgy segíteni. Először a dohányzó asztallán, majd zsúrkocsivá alakította, és végül visszaalakította emberré. Tehát így végül is happy end lett a vége. Pszichodrámán egyébként 12-en voltunk, 10 lány és 2 fiú. Tehát úgy mondhatom, hogy én nagyon kellemesen éreztem ott magam. Volt egy játék, ahol én voltam az egyik lánynak a barátja is, és a szeretője is. Ő nagyon izgult. Én abszolút nyugodt voltam, tudtam, hogy a végén úgyis engem fog választani. Köszönöm szépen. Zárásképpen a boltokról fogok mesélni. Nem tudom, ki jár boltokba esetleg. Nekem elég sok ismerősöm jár, gondoltam én is kipróbálom. Nagyon érdekes ott az világ. Minden terméken elolvasom, mi van ráírva. Egyik ásványvizen az állt, hogy ne várja meg, míg szomjas lesz. Hát egy-egy ásványvíz nekem ne adjon már tanácsokat. Kettő, ha még egy sörre íják rá, azt még úgy meg tudom érteni. Tovább mentem, egy másik ásványvizen pedig az volt, hogy ezt az ásványvizet a Balatonfelvidéki Nemzeti Park érintetlen környezetében palackozzák. Tehát... hogy nem tudom, hogy ez így hogy lehet, hogy benszülöttek dolgoznak ott, és angyalok védik a terepet, vagy nem tudom. Ez olyan, mintha elmegy az ember egy örömmányhoz, és azt mondja neki, hogy szűz, vagy nekem már az is furcsa volt, mikor jött gyermekkoromban a Mikulás Finnországból, de perfekt beszélt magyarul. Meg nemrég kaptam egy olyan e-mailt, amiben az állt, hogy piackutatásra keresnek olyan embereket, akik nem használják az internetet. Lehet, nem interneten küldtem volna el. Köszönöm szépen. Egyébként én dolgoztam Szentesen abban a most már híres Baromfi feldolgozó vállalatnál. Hát ott volt az a kis botrány, hogy kiderült, hogy ott a libák nem csak akkor esznek, amikor éhesek, meg nem ilyen svéd asztalos ott a vacsora. Ott dolgoztam, Párizsit csináltunk, abból állt, hogy volt egy ilyen hatalmas nagy szerkezet, ezt Kutternek hívták, de mi Kutternak neveztük, mert akkor még nem tudtunk annyira angolul. Ebbe a nagy valamiba kerül bele az a sok finomság, amiből készül a párizsi, és egyszer poénból beletettünk egy zöld gumicsizmát is, és a párizsi az ugyanúgy nézett ki. Ezt nem elriasztásképpen mondom, mert úgyis már elriadtak, csak hát a párizsi amúgy is finom, meg olcsó, úgyhogy meg mindig van akciós is belőlük. Amikor felköltöztem Budapestre, az volt az első, hogy vennem kellett fülhallgatót. Bementem egy mikromákba, sikerült kiválasztanom azt a fajta fülhallgatót, amit így egyfülűeknek terveztek. Tehát egy mono fülhallgatót vettem, de nem Van Gogh volt a márkája. Megvettem, kifizettem, egészben az esett rosszul, hogy kifizettem, és beletették a fülhallgatót egy ilyen, mert hülye azért nem vagyok ott szatyorba. És azzal hazamenni nagyon rossz volt. Rá két hétre voltam a DM-ben. Nem tudom, járt-e már valaki DM-ben? Nem? Igen? És jó volt? Csak azért, akik nem jártok, mondom, hogy semmi köze nincs a Depes módhoz. Tehát olyan, mint a Rossmann, csak valahogy már nem úgy hívják. Ott babaszappant és fültisztítót vettem, csak a babaszappant találtam meg, fültisztítót össze-vissza keresgéltem, nem találtam. Megkérdeztem a biztonságőrt, hogy hol találom. Ő megmondta, hogy ő még így nem hallott ilyenről, hogy fültisztító. Még 20 percig kerestem, mire megtaláltam. Aztán még egy 20 percet sorban álltam. Kifizettem és beletették ezeket a cuccokat egy ilyen DM, mert itt érzem, hogy fontos vagyok szatyorba. Csak az volt a baj, hogy ugye én nem éreztem. És én elterveztem akkor, hogy ezentúl csak ilyen külön saját készítésű szatyorral megyek el vásárolni. Ezt én csináltam, egy ilyen normális fehér szatyrot képzeljenek el, csak rá van írva, hogy bekaphatjátok.
Köszönöm szépen a figyelmet.